Afrikai hajsza. A milícia maradt felül az összecsapások során. A milícia átvette az uralmat a város főútján, és szó szerint áttöri a felkelő barikádjait. És így elnyújtsák a küzdelmet. A frontvonalból élőben Kelet-Európában. Egy csontot látták, a GSZ-t. Befogadót magába szippantja az újságírás birodalma, amikor kiderül, hogy több van benne, sokkal nemesebb szándékok, nem csak a leselkedés. Hölgyeim és uraim, riporter kollégák, az idei újságíródíj kitüntetettje nem más, mint az afrikai Michael Powell. 64. nemzetközi újságíródíját adó Chicago. Gratulálok!
Szép volt. Nagyszerű. Nagyon köszönöm. 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 Nem csak a kollégáknak, mindenkinek. Nézünk, de közben nem látunk. Fülelünk, de mégsem hallunk. Beszélünk, mennyit beszélünk, de csak ritkán értjük egymást. Nem beszélünk arról, ami jó, ami értékes és igaz. Hogy ezen változtassunk, ez a mindannyiunk előtt álló feladat. Én büszke vagyok a szakmámra, és ha kitüntetnek érte, az egy nagyszerű és váratlan ráadás. Tehát mindenkinek hálás vagyok. Ez az! Köszönjük, remek volt! Laurával reméltük, hogy még átjössz vacsorázni. Á, szeretnék, de... Újabb sztori? Mindig. Elmondod, mi az? Globális vízválság, Time magazin. Az kemény sztori, nem? Uh-huh. Tudod, ez a népesség felét érinti. A másik félnek tennie kellene valamit. Hol kezded el? Egy varázslatos helyen, amely a jövő szülőhelye. A saját hazámban, Afrikában. Been away for so long that I wonder if the sound of the drums lies in snow. És most jön az utolsó tétel a listánkon. A honvédelmi költségvetés. Összértéke 500 millió USA dollár. A hadügyminiszter úr, a nagyra becsült Patrick Lamb. Nos, elnök úr, miután elemeztük az összes ajánlatot, a legmeggyőzőbbnek a de facto és az Arms Link céget látszanak. Azonban, ahogy a miniszter úrnak is mondtam, számomra az Arms Link a jobb, tekintve a 7 esztendőre szóló utószerződésüket. Egyetértek a miniszter úrral. Micsoda pazarlás. 500 millió dollár, amit pusztító fegyverekre és katonai eszközökre költünk, amikor a lakosság 60%-ának nincs tiszta vize. A saját szememmel láttam a népünk gyötrelmeit. Számos alapvető dolog hiányzik, például az ivóvíz. Így sok a betegség, és a nyomor okozta halál. E percben a lakosság fele szenved az olyan ragályoktól, ami a tiszta víz és a higiénia hiányából fakad. Kíván valaki reagálni? Nincs elég forrásunk arra, hogy ezt orvosoljuk. Ez megelőzhető. Tisztában vannak vele, hogy minden 10 páncélozott autó árából 50 buldózert vehetünk? Minden harci repülőből akár 10 000 mérföld csövet? És a több 10 000 fegyverből, amink most van,
megvehetnénk 10 000-nyi szivattyút. Mivel nem fenyegeti veszély az ország stabilitását, nem fogok ennyi pénzt költeni fegyverekre. Mostantól a hadügy támogatása megszűnik. Átirányítjuk a forrásokat, hogy szárnyalhasson a vizet mindenkinek terv. Hölgyeim és uraim, mi tetszés szerint tölthetünk vizet a poharainkba. Ne vegyük ezt adottnak. Soha. Köszönjem meg mindenkinek, hogy eljön. Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek. A vállalatom, a Rhinestone közelebb hozza egymáshoz a világ különböző részeit, így építve hidat a kultúrák közt, népek közt és nyelvek között. Beindítjuk a Lord Afrika nevű projektet. Michael! Mi van veled? Jól vagyok. Milyen volt Csikágó? Igazán remek. Ed, üdvözlöm. Látom, Thomas Reins csöndesen beosult az ország. Azért csöndes, mert nem kerültél címlapra, mi? Csökkentve a távolságot a népek között. Hol van Joe? Találjuk. Focizik? Az első iskola, mely számítógépet kap, a fővárosi nemzeti nyelviskola lesz. Mindig szerettem Afrika anyját. Mindig sok örömet szerzett. És örülök, hogy ezt végre viszonozhatom. Gyakran mondom, hogy a szívem mélyén afrikai vagyok egy európai bőrében. Az olyat vizet akar fegyverni. Michael, na hát, Jomo. Késtél. Bocsi, hosszabbítás volt a meccsen. És tudod mit? Maradt a döntetlen. Ugyan már. Egy nyavajás döntetlen miatt kellett Thomas Reinst hallgatni. Nem. Azért maradtál itt és hallgattad Thomas Reinst, mert a győzelemben reménykedtél, barát. Este van, Góbár. Te, én meg Anita. 6 óra, rendben? Na-na. Még nem tudjátok, mi jár ezért. Szevasz. Csak nem hitted, hogy megúszod ünneplés nélkül. Rég láttalak. Sosem kezdtetek el töprengeni, hogy mit kerestek ott, ahol golyók süvítenek a fejetek fölött? Süvítettek a golyók? Igen. Közölhetted volna. Na jó, komolyan, a veszély. Nem igazán érzed, amikor benne vagy. Hé, hey Michael, ismerős érzés, olyan, mint könyvelőnek lenni. Jaj, Jomo! Ha itt az idő véged, mindig akad baleset. És sose számíthatod ki. Madame Baca! Megtisztel, hogy eljött.
Kicsikém. Jumot már ismerik. Ó, nagyon örülök, hölgyem. De már találkoztunk. Igen. Bocsássatok meg egy pillanatra, jó? Oké. Okay. Hogy van a kedvenc párfogoltam? Remekül. De azért hoztam valami meglepetést. Sokoládét? Ez az öné. Ó, nem, Michael, nem teheted. Rászolgáltál. Szeretném. Azért néha aggódtam, hogy nem jöttök vissza. Mindig visszajövünk, ez a hazánk. Tudom, hogy ez a hazánk, de néha mégis... És ha valami baj esik, hm? Vagy neked? Michael jól tudja, mit csinál. Erre kocintani kell. Igen. És mi a helyzet a szerkesztőségben? Zavaros. Az elnök vízügyi terve nagy kavarodást váltott ki. És a te cikked is ellentmondásos a vízkérdésről. Az jött a címlapra. Ez misztérium. Te mindig a legjobbkor vagy a legjobb helyen. Jó tanárom volt. Tudod, örökké ostromolnak e-mailekkel és hívásokkal a világ minden csücskéből. Hmm. Nemrég még egy idegbeteg jenki is felhívott, hogy találkozni akar velem. Ugorjatok! Óvatosan! Becsukom. George bácsi. Üdv itthon, Michael. Hogy vagy? Jaj, Michael. Oh. Te nem eszel semmit, és már megint lefogytál. Komfort, néni. Folyton zabálnak. Nem. Túl vékony vagy. És ez nem tölt el örömmel, amikor magamhoz ölellek. Üdvözlöm. Szép napot. Ma remek napunk van. Fodófőnök. Michael Power. Hogy van, uram? Köszöntelek. Üdv itthon. Köszönöm. Mr. Marshall?
Mr. Marshall? Mr. Marshall? Istenem! Jók legyetek! Ne felejtsetek el kezet mosni! Semmi sem változik. A tisztasággal az urat dicsérjük. De mennyire? Akkor ehetünk? Köszönjük meg az étket komfortnak. Kedves öntől. Ez remek komfort, néni. Köszönöm, Michael. A munkád egyre távolabb szólít tőlünk, Michael. Követem a témákat. Nem mindig vetődnek elém. De a mostani kutatásomat itt kezdem. Itt? Úgy bizony. Akkor elmész a falusi bazárba is. A világért ki nem hagynám. Á, helyes. Bármilyen messze nyújtja ki a teknőc a fejét, vissza kell húznia a teknője alá. Össze-vissza beszélek, ne hallgass rájuk. Michael, az elnök vízügyi terve, az mit jelent? Azt, hogy a kormány felszerelést vesz. Csöveket, szivattyút, mindent, ami kell. De az a kulcskérdés, hogy be tudja-e vonni a közösségeket. Na végre. Tudod, ki hozza a vizet rendszeresen? Csak a nők meg a gyerekek. Emlékeket idéz. Á, nem jókat. Á, ki keresi? Éppen a családjával étkezik. Egy pillanat. Bocsássatok meg. Én is ilyet akarok. Anita! Tessék! Orvos szerint még kómában van. Az amerikai pedig halott. Michael, mind dolgozhatott Madame Baca? Nem tudom. De mindenképpen kiderítem. J. Marshall. Mr. John Marshall, 33 éves. Egyetlen golyó érte a homlokát. Egy 22-es kaliberű fegyver lövedéke. A tiszta bemeneti seb elől arra utal, hogy közvetlen közelről lőtték le. Szerintem ez profi munka volt. Afrikában élt már több éve. Látszik a holttestén? Nem, az útleveléből látszik. Ah. Egy bélyegző van benne. Biztos, hogy mindene itt van? Mind ott van. Ocsuka miniszter. Ez zárt kormányzati terület. Michael Power, afrikai hírügynökség. Tudják, hogy jövök. Hajtsa be, kérem. Nagyon köszönöm. Mr. Power, erre kérem. Nagyon köszönöm.
Elnézést, nem tudtam, hogy van itt valaki. A miniszter úrhoz jöttem. Michael Power vagyok. Az újságíró? Igen. Ó, jó arcot társítani egy ismert névhez. A nevem Sabina Sikó. Sabina? A Sabina hercegnőt jelent, ugye? Nem, az a Sabrina. A miniszter titkárnője vagyok, nem sokára lejön. De kérem, üljön le nyugodtan. Ó, köszönöm. Olvastam egy-két cikkét. Csak annyit. Az itteni munkám és a posztgraduális képzés közt nincs rá több időm. Pontosan. Mr. Powell! Elnézést, hogy várnia kellett. De látom, hogy Sabina elszórakoztatta. Sabina, itt maradsz velünk? Nem, bácsikám, sok a tennivalóm, de később lejövök. Viszlát, Mr. Powell. Nagyon örültem. Ó, gratulálok a nagyszerű díjához. Köszönöm. Mikor egy honfitársunk ilyesmit kap, az nagyon jó fényt vett az országunkra. És az elnök hírnevének se árt. De ön nem ezért jött ide. Nem. A John Marshall féle gyilkosság a témám. Ó, egy külföldi meggyilkolása. Nem tesz jót a turizmusnak. Pedig mind tudjuk, mennyire sokat jelent a valuta a hazánk számára. Igen. Azon tűnődtem, miniszter úr, hogy mennyire ismerte John Marshallt? Már megbocsásson, értem, de ön inkább nyomozóként beszél, mint riporterként. Ne haragudjon. Csak azért, mert az ön névjegyét megtalálták Marshall személyes holmiai között. Ó, értem. De hát én politikus vagyok. Mindenféle emberekkel hoz össze a sorsom. Nem szokatlan dolog, ha a névjegyem a kezébe kerül néhány idegennek is. Nos, de sokkal fontosabb, hogy van Madame Baca? Sajnos azóta is kómában van. Ó, sajnálatos. Együtt érzek vele. Miniszter úr, a következő vendége Mr. Willem Le Trois most érkezett meg. Köszönöm. Ha ez minden, újabb sürgős teendők várnak. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan fogadott engem. Szívesen. Mr. Powell, ez a kormányzat támogatja a sajtószabadságot, de a nyomozást talán bízzuk a rendőrségre. Ők vizsgálják az ügyet, ön pedig megírja. Tapasztalataim szerint olykor a sztori a megoldás. Jó napot! Az Egyesült Államok követsége. Sajnos csak az idejét vesztegeti. Nem aggódik a meggyilkolt honfitársa miatt? Ezt már megbeszéltem a helyi rendőrséggel. Jobban aggódnék, ha Marshall közénk tartozott volna. De sajnos nem így volt. Lefuttattuk a fényképét és az új lenyomatait, de minden hiába Marshall nem amerikai. Viszont amerikai útlevele volt. Helyesbítek, az egy hamis amerikai útlevél. Ami minket illet, ő nem létezik, valaki más gondja. Biztos, hogy ködösített. Segítened kellett. Michael, van ott egy holttest, meg egy névjegy. Hívjam a tengerészgyalogságot, vagy mi? Ha a konzul helyettes szerint valaki nem létezik, egy dologra mérget vehetsz, hogy létezik. Madame Baca nem csak a főszerkesztő, hanem a mentorom is. Meglátom, mit tehetek. Mi van a vízügyjel? Nyomás alatt. Oké, majd felhívlak. Ugyan már, srácok, nem vehetünk rá mindent az afrikai politikusokra, nem? Jaj, ne lát!
Némelyik néha tesz valami. Például? Jól van, vegyük például... Nem is tudom, csináltam róla néhány fotót a választások során, és elárulom, hogy egy túlpörgött titkár elfaxolt egy levelet, amiben az áll, hogy rossz a megvilágítás. Á, Anita, nem áll. Ocsuka sok jót tett már az országnak, te még? Tényleg? Támogatást nyújtott az ifjúsági válogatottnak, hogy ki tudjon jutni a világkupára, nem? Ezzel nálam már megfelel. Neked mindenki megfelel, akit kicsit is érdekel a foci. De megjegyzem, van jó megvilágítás egy politikusnál? Még egy kört, igaz? Nem közt vezetek. Mi pedig reggel repülünk, majd folytatjuk. Jó, van, szevasz. Ó, és Anita, a foci világverő, mert csak a foci a nyerő. Azért egy kicsit furcsa, nem? Persze, hogy furcsa, ehhez nem lehet hozzászokni. Nézve a kört. Várj egy kicsit. Hey! 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 Hagyd már, Michael! Nem vittek el semmit. Megvan a laptopom, a tévém, a videóm és a hifim. Minden megvan. Itt is vagyunk. Mit látnak szemeim? Városlakók egy repülő masinával. Mary Mogadji, Michael Power. Örülök, hogy itt van Michael. Ő a fényképészem, Anita Kiam. Anita. Mr. Mogadji, nagyon örvendek, jó napot. Na tessék, erről beszéltem. Most maguk is láthatják. Ilyen mértékű problémával kell szembenéznem. És ez a falu nem egyedi. Csöppet sem. Ez a válság nem csak Afrikát sújtja. Ugyanez ismétlődik szerte a világon. Járványok jönnek, számosak. Malária, gyomorhurut, dengiláz, bélféreg. És mindenért a víz a felelős. A szennyezett víz. Oh,
Ez a Kokópatak. A faluhoz legközelebb eső víz. Csak hogy ez itt a ragályok meleg ágya. Még állatoknak sem adnék belőle, nemhogy emberi lényeknek. Jó reggelt, mama. Jó reggelt, fiam. Mióta van ez így? Régóta. És az évek során egyre rosszabbá lesz. De ez a szülőföld. Megszokták ezt a sanyarú életet. Tudták, hogy 8 másodpercenként valahol a világon egy ilyen gyermek meghal a tisztítatlan vizek miatt? Milyen érzés? Mi? Milyen érzés a karjában tartani? Még csak 4 éves. Nincs rá szó. Innen már nincs messze. Egy éven betelt, míg felfedeztem ezt a helyet. Erre. Itt is vagyunk. Ennyi tiszta ivóvíz 50 mérföldes körzetben elég lenne. Mióta tart itt az építkezés? Úgy 5 hónapja. Az a terv, hogy a tavaszi áradások vizét becsatornázzuk a csövekbe, és a falvakba juttatjuk. Az mennyi ide? 10 mérföld? Körülbelül. Nyilván nincs rá fedezet, hogy végigvigyük. De addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Minden elkészült mérföld, egy mérföld nyereség a vízért igyekvők számára. Ha megmentünk egy embert, egy nemzedéket mentünk meg. Gyönyörű hely, Harry. És békés is. Minden nehézség dacára erős a közösségi érzés. Nem hiányzik a városi élet? Ahogy egy halnak a szárazföld. Annak idején a munka- és lakásügyi minisztérium mérnöke voltam. Semmit sem tudtam elintézni a fővárosban. Itt legalább úgy érzem, jutok valamire. Ez a cikk, amit írna, ez jelent valamit. Az időzítés jó. Az elnök bejelentette a vizet mindenkinek tervet, és most a világ is erre figyel. Azt hiszem, hogy ennek a cikknek valóban lehet súlya. Nagyon remélem. Az egyetem jogi kara. Persze, holnap találkozunk. Szia! Aztán jó légy! Tudja, hogy mikor koncentrál, kidugja a nyelvehegyét? Na hát, maga nem kémkedik utánam? Itt diplomáztam. Komolyan? És ide járok edzeni. Ah,
Még itt vannak a tanárai? Igen, egy-kettő. Az angol tanárom most készül nyugdíjba menni. Végre nem szapulja majd a cikkeimet. Meghívhatom magát egy italra? Miért ne? Egyébként ez egy szokás. Kiskorom óta megvan. Micsoda? A nyelvnyújtás. Tudja, a cikkei furcsán derülátók. Ösztönzőek. A legtöbb riporter cinikus, mint akik mindent láttak már. Hiába láttunk mindent, attól még lehetne változás. Ha nem tudnék hinni a változásban, sosem érnék. Ez a hitről, meg a hinniről szól. Elfelejtjük, hogy a hinni egy ige, egy cselekedet. Képzelj el, hogy most mindenki hinne benne. A világ jobb hely lenne. És nem lenne szükség riporterekre. Bele tudnék törődni. Igazán? Akkor miért ír? A diplomám után jött Amerika. Gyanítom, a Harvard. Meglátszik. Akkor csak a szüleimnek írtam Amerikából. Majd elvitte őket az asszály. Néha ma is úgy írok, mintha nekik írnék. A cikkeim, nos, levelek, amik bárki számára hozzáférhetőek. És maga? Miért csinálja? Ocsuka miniszter a szüleim közeli barátja volt. Egy autóbalesetben haltak meg. Sajnálom. És Ocsuka magához vett, és a lányaként nevelt fel. Lehetővé tette, hogy külföldön tanuljak. Addig dolgozom mellette, amíg nem végzek a képzésemmel. Úgyhogy sok közös vonásunk van. Na és a diploma után? Szeretnék a külügyhöz menni, és ha minden jól alakul, a londoni követségen szeretnék dolgozni. Nézze, tudom, hogy sok a dolga, de azért van egy szabad estéje. Úgy érti, randira? Igazán elragadó vagy. Köszönöm. Érezd magad, mesésen. Te meg ne hagyd túl magad. Ó, semmiképp. Jó estét. Jó ét. Nincs jó. Az életére törtek. Elég ebből rendőrt hívunk. Ne, Jomo! Nézd, kórházba kell menned, hisz vérzel. Nem, azt majd elintézem. Rendben, tényleg semmi vész. Minden tőlünk telhetőt elkövetünk. Köszönöm, biztos urak. Viszlát. Szerencse, hogy rosszul céloztak. Jó kis randi. Bocsánat. Anita! Hallottam, mi történt. Sabina, ő Anita Kiyama, a barátom, aki fényképész. Sabina Siku a miniszter hivatalában dolgozik. Szia. Hello. Iszunk valamit? Nem, sok a dolgom, de ha jól vagy, nézd meg a fotókat, elkészültek. Nagyon örültem.
Én is. Neved zokon. Majd máskor kárpótollak. Jó? Ha szabad. Hív fel. Nézd, sajnálom, hogy Anita úgy érezte, hogy... Csak meg akar óvni. És? És egy kedves barátom. És a fényképészem. Ennyi. Értem. Majd beszélünk. Persze. Hamar. Ez a vörös világítás az agyadra fog menni. Most Szabinával jársz? Barátkozunk. Mi az? Elmondhattad volna. Mit mondjak el? Ne érts félre! Örülök neki. De ha belezúgsz, miközben az életedre törnek, az eléggé veszélyes lehet, nem de? Még nincs semmi. Az új barátnő. Ő küldte nekem azt a faxot. Tudod, hogy mi ez? A sajtó manipulációja. Kis hián kirúgtak. Téged pedig megcsókol. Ez a sajtó manipulációja. Anita, ne bánsd a futárt. Csak az utasítást teljesítette. Mármint a faxsal. Egyértelmű. Egyértelmű. Hányszor panaszkodtam a szerkesztők válogatása miatt. Mutasd meg nekem. Ezeket még a reptéren csináltad? Igen. Tudom, hogy ki ez. Ez John Marshall. Elnézést, uram, önnek vendége van. Mr. Power, nagyon örvendek. Köszönöm. Ösztönző cikkeket ír. Ha beindul a projektem hivatalosan is, akkor remélem ír róla. Mi a handicapje? Hogy soha nem játszottam. Ó, pedig kellene. A legjobb alkuk a golfpályán vannak. Tudja, hogy ha jó a lendítése, a teste minden izmát megmozgatja. Szóval John Marshall önnek dolgozott? A tanácsadom volt. Afrikai kérdésekben. Hosszú ideje? Mikor hogy? Ha ez fontos, az irodám megadja a dátumokat. Beszéltem az amerikai követséggel, és nincs tudomásuk John Marshall létezéséről. Tényleg? Igen. Sajátságos. Bárki is volt, nagy volt a helyi tapasztalata. Épp ezért alkalmaztuk. Minden a tartásom múlik. Igen, hogy nem. Milyen ember volt? Michael. Tudja, mit csinál egy tanácsadó? Elkéri az óráját és megmondja az időt. Attól még megölték az ön egyik munkatársát. Ezt nem szabad megírnia. Mivel pontatlan. Ez jó ütés volt? Pazar. Mire John Marshall elhunyt, lejárt a szerződése. Furcsa. Mert a múlt héten még magával volt kint a reptéren. Oda jött, de nem velem volt. Nem beszélt önnel? Fontosabb ügyekkel voltam elfoglalva, mint a Logon Afrika projekt. Oh, persze. Meg kell értse, hogy nem kell említenie a tervet a cikkeiben, de ha megteszi, azzal csak örömet szerez. Azt mondja, hogy a teste összes izma?
Jó választás. Köszönöm. Madame Baca. Ó, ez bűbájos, Michael. Köszönöm. Vízbe tenni? Igen? Hogy hol? Pár nap alatt átutaztod a világot? Jaj, jó, Janet. Oké, szállj le rólam. Anita hívott ide. Nézd, semmi gond. Ja, persze. John Marshallt meggyilkolják, a szerkesztőt kómában fekszik, téged majdnem lelőnek, és mindezt egy hét alatt. És? És semmi gond? Rád lőttek, Michael. Akkor valamit jól csinálok. Igen, ezért jöttem. John Marshall útlevele hamisítvány. Volt egy titkos kódszáma, ami bevett a fedett ügynököknél. Ezek az árnyékban élnek és halnak. Mit se tudtak róla. Hogyha valami baj van, senki se segít nekik. Az biztos, hogy John Marshall tanácsadó volt a Rhinestone társaságnál. A Thomas Rhines cége, a filantróp milliárdosi? Rajtad kívül ki tudta még, hogy Baca Marshallhoz megy? Valaki kiderítette. John Marshallt azért kellett megölni, hogy hallgasson. Nézze, azt már tudjuk, hogy John Marshall ügynök volt. Csak az a kérdés, hogy miért tölték meg. Ez lezárt ügy, vége, felejts el. Valóban? Ismeri Michael Powert? Ő soha nem hagyja annyiban, kizárt dolog. Nincs felvétel. Rendben. Nézze, nagy változások történtek. Marshall próbálta becserkészni a fegyverkufárok és terroristák üzleteit. És mit csinált Thomas Rhines cégénél? Hogyan Ed? Hé, ha most elmondja, lehet, hogy még tudjuk tartani. Így tudtuk Afrikában tartani. Ezért halt meg? Nem tudhatjuk. Sajnos megölték, mielőtt beszámolt volna. Őszintén szólva, Ed, pokoli itt az űr. És a tetejében egy létfontosságú adat hiányzik a holmiában. Micsoda? Bizalmas. Egy dolog biztos. Marshall kikerült a tűzvonalba. Szóljon Michael barátjának, hogy álljon odébb. Ebből ne írjon cikket. Jó estét, Mr. Power. Már várják. Köszönöm. Négyes kamera működése? Hibátlan? Igen, rendben. Ötös, mi van az ötös kamerával? Rendben. Ismétlem, ötös kamera rendben. Vettem. Na hát, elbűvölő vagy. Köszönöm. Akkor hová megyünk? Meglepetés. Nincs bajom a meglepetéssel, de az utolsó sok volt. Figyelj, korán jöttél. Körbevezesselek? Persze. Ojuka miniszter a művészek pártfogója. Övé az egyik legnagyobb afrikai magángyűjtemény. Eredeti. Ez gyönyörű. Felbecsülhetetlen. Ne menj közel, nehogy beriasszon. Csak úgy tudjuk mindezt megvédeni, ha kiváló a biztonsági rendszer. Tovább a folyosón. Elnézést kérek. Telefonja van. Köszönöm, majd a dolgozóban veszem fel. Bocsáss meg, Michael, nem tart soká, de kérlek, nézz körül, nyugodtan.
A pénzt a csapatok indulása előtt átutaljuk. És a tüzérség? Elég áldjuk el, hogy legyőzzük a véderőt. Erről a kérdésről már intézkedtem. A Reptér 4-es hangárába szállítják. Lényeges, hogy a nevemet ne hozzák ezzel összefüggésbe. Nem követhetünk el több hibát, mint Marshallnál. Elintéztem, hogy ne beszélhessen. Úgy sajnálom, hogy megvárattalak. Semmi gond. Mehetünk? Persze. Erről már intézkedett szerintem. A Reptér 4-es hangárába számítják. Lényeges, hogy a nevemet ne hozzák az összefüggésbe. Nem követhetünk el több hibát, mint Marshall. A vízügyi cikkemnek még várnia kell. Tessék! Itt államcsíjre készülnek. Biztos vagy ebben? Fenébe. Már elszállították. Végre fogják hajtani az államcsint. Csak úgy akadályozhatjuk meg, ha leleplezzük őket. Na jó, talán van valami. A pasas Willem Lötroá kiugrott pénzügyőr, aki jelenleg egy fegyvergyártó cég ügyeit intézi, az Armslinkéit. Az a földrész legnagyobb szállítója. Biztos, hogy Ojuka beszélt? Igen, felismertem a hangját. Willem pedig a múltkor is járt nála. Ha ebben Ojuka benne van, nem tudjuk, meddig érnek a szálak. Mi a baj, Michael? Valami nem áll össze. Úgy értem, ellenőrizni kell. Miért nem nézed meg ezt a képet Marshallról, ami a sajtókonferencián készült? Rá tudsz közelíteni? Az Marshall mobilja. És nem volt a személyes holmiai között. Lehetőséget adok az elnök sajtótitkárának, hogy reagáljon. Michael?
Egy államcsíny és a tettesek leleplezése komoly következményekkel jár. Szóval meg kéne lapulnod, amíg nem hallasz felőlem. Hm? Úgyis szándékunkban állt elutazni. Helyes. Jobb, ha megyünk. Sok sikert. Nővér! Hozzon egy működő telefont! Hé, ennél jobban nem iszol sehol. Isten, jó családom. Most olcsak, jó. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quelle avenue. Milyen? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quelle avenue. Nagyszerű az atmoszféra. Ez a család. Ők mindennél fontosabbak. Eksi. Ha Laura ezt látná, imádná. Máskor hozd el. Mindig örülök neki. El akar válni. Sajnálom. Ugyan. Tudod, ma az a fő gond, hogy hárman házasodtunk össze. Ő meg én is. A GSN. De tudod, mit szeretnél? Hm? Igen, Laurát. De könnyebb mondani, mint megtenni. Mi már külön élünk. Beköltöztem egy Westside-i lakásba. Hé, ha Laurát akarod, húz bele. Soha sem késő. A GSN el van magában. Elnök úr, tegnap Bahreinben voltam önnel. Nem tudnék részt venni egy felkelésben a kormánya ellen. Ha Willem Le Trois látogatása gondot jelent önnek, reggelre megkapja a lemondásom. Charles! Nem akarom a lemondását, és nem kétlem a hűségét, de választ akarok Le Trois-t illetően. Még hadügyminiszterként ismertem meg Willemet. Az Armsling pénzügyi tanácsadója. De nem tudtam róla, hogy mit tervez. Elnök úr, elrendelem Willem Le Trois letartóztatását. Elnök úr, Willem Le Trois elfogása most megállítja az államcsínyt, de a fegyveres erők jelenleg nem tudnak ellenállni egy támadásnak. Hogy hívták a másik fegyvergyártót, amelyik részt vett a tenderen? De facto. Elnézést! Igen, az sem utolsó. Michael! Az imént kaptam egy hívást az elnök úrtól. Sajnos el kell kaszálnom a cikkedet. Sajnálom. Ugyan, károstorozni magunkat.
A cikk egyetlen problémás része Ojuka miniszter részvétele. Willem Lötroa ügyében igazunk volt. De hogy lehetett Ojuka egyszerre két helyen? Próbáld a jó oldalát nézni, oké? Okay? A leleplezéssel ártatlan emberek életét óvtuk meg. Oké, okay. Szóval lelepleztük. De az elnöknek pénzt kell adni a fegyverkezésre. És ezt mi sínli meg? A vízügyi terv. Így is vesztünk. Anita, indulhatunk? Igen, Jomo. Szia, Benji. Igen, Jomo úr. Szép munkát végeztél a kocsival. Na jó, figyelj. Ne kösd el mindegyszerre, jó? Köszönöm, Jomo úr. Szívesen. Michael, remek volt. Kösz, hogy jöttél. Hé, erősnek kell lenned. Na jó, majd találkozunk. Mindenképpen. Mr. Ed? Igen, Benji? Azt mondta, mutat egy videófilmet. Igen, igen, emlékszem. Megígértem, hogy levetítem a tegnapi cuccot. Persze, nyugodtan. Én megközlöm a rossz hírt Fodó főnökkel. Gyerünk, nyomás! Nézd meg azt, te vagy. Imádják. Nézzétek, az én vagyok tegnapról. Még egyszer, Mr. Ed, még egyszer. Rendben van. Lássuk csak. Nézd meg, az én vagyok. Előre felvették. Mi? Nem értelek. Előre felvették. Így tudott Ojuka egyszerre két helyen is ott lenni. Kezdjük el újra. A tárgyalás. Igen? Ojuka az én kedvemért rögzítette. Ki nyújthat jobb alibit neki, mint maga az elnök úr? Michael, miért közölték veled az államcsínyt? Mert sosem volt államcsíny, Ed. Nézzük meg a tényeket. Betörnek a lakásba. Hey! Hey! Semmi sem hiányzik. Aztán rám lőnek. De elvétik. Aztán kihallgatom a tárgyalást a házban. Erről a kérdésről. És elhitetik velem, hogy államcsínt készül. Így kerültünk a négyes hangárba. De mit találtunk ott? Semmit. Ed, kelepce volt. A jó ember voltam. A legjobb helyen. A legjobb időben. De kinek? Mindannyian összeesküvés áldozatai vagyunk, ami a sajtót akarta felhasználni. De mire? Alapvetően azt hittem, a hatalomról szól. De most már a pénzre gyanakszom. Hogy jutottál erre? Figyeljen! Minden az elnök döntésével függ össze. Willem Lötroa, az Armslink embere. Az Armslink bukta az üzletet, mert az elnök a vizet részesíti előnyben. Nos, azt akarták, hogy írjak az államcsínyről. Hogy az elnök abban a hitben éljen, hogy veszélyes az országra. És mégis fegyvert kell venni. De Michael, az elnök nem adja a szerződést az Armslinknek, ha már benne voltak az államcsínyben. Mi több, már is megkeresték a de facto-t. A rivális fegyvergyártót. Michael, a megérzésed többnyire bejön, de nem engedhetek meg magamnak két tévedést. Ha úgy gondolod, hogy a pénz a lényeg, kövesd a pénzt. Add kölcsön a mobilt. Nem hinném, hogy ez az enyém. A rendőrség bizonyára rosszat adott vissza. Mi van, ha egy telefon telefonnak látszik, de mégsem az? A CIA tulajdona. És John Marshallé. Tuti, hogy minden info, amit Silverman akar, a kezemben van.
Essünk túl rajta. Előbb a miénket kéri? Hadd lássam. Tudják azt, hogy ez a kormány tulajdona? Ki után folyt a vizsgálat? Ez bizalmas. Erről nem tudhatnak. Mi nem ebben egyeztünk meg. Máskor előbb kéri el a saját információját. A SIM-kártya nélkül nem sok hasznát veszi. Új alkú, uram. Ha nincs infója, nincs kártya. Azt mondta, Marshall a munkájával fedezte magát. Hazudtam. Lelőhet. A kártyát. Csak még valami. A kapcsolat Reince és Willem Lötroá között. Na mit gondol? Ő a Reince embere. Azt mondja, az Armslink a Reince-é. Adják ide a kártyát. A mobilban van. Hazudtam. Lelőhet. Hogy az a... Kézőrület. Mindenki az Armslinghez kötődik. De hol van a kifizetés? Nézd, a Reince ma délután a Nemzeti Nyelviskolába megy. Maradj rajta, amíg nem szólok. Persze, semmi gond. És te hová mész? Beszélek egy lánnyal. Jó. Hello, hogy kerül ide? Végre. Kis béke és csönd. Ide nem jöhetne. Nem tartozom egy könyvvel se. És valahogy azt hiszem, a fegyver, amit épp magára szegezek, többet számít egy helyes könyvtárjegynél, ugye? Mit akar? Ha Ogyuka azt hitte, átverhet, mellé fogott. Ha megkapom a pénzem, ő megkapja magát. A fenébe. Michael, mi szél hozott ide? Meglep, hogy itt látsz. Igen, attól tartok, épp rosszkor törtél rám. 5 perc múlva lesz 1 órám. Bocs, de nem tehetnénk későbbre. Michael? Mit ígértek, ha csőbe húzol? Egy helyet az angol követségen? Tessék? Tudod, én megértem Ogyukát. Willem Lötroát. De még Thomas Reince-t is. De te! Te miért? Nem tudom, miről beszélsz. Elárultál! Nem kell ezt tovább tűrnöm. Michael, elmennél? Most! Menj innen, Michael, kérlek! Távoznod épp kell! Épp annyit fogsz ülni egy szigorú fegyházban, mint Ogyuka miniszter. Gyilkos. Senkit se öltem de meg. De bűntárs vagy benne. És az se jobb a gyilkosnál. És mi jogból? Miért, Sabina? Az Armslink helyett a de facto lett a nyertes. Akkor hát nincs pénz Reince-nak. Nincs pénz Ogyukának. És neked sincs pénz.
mit sem nyertél. És ki lenne a de facto tulajdonosa? Thomas Reins? Thomas Reins. Miért kell így belekeveredned, Michael? A kocsi a kulcsát. Ne! Gyerünk! Gyerünk innen! Semmi gond. Ereszel már el! Ez fáj! Most lopják el a kocsimat!
francba! Michael. Sajnálom, Michael. Nagyon sajnálom, Michael. Nem tudtam róla, hogy embert öltek. Kérlek, hinned kell nekem. Ojuka azt mondta, ez nemzetbiztonsági ügy. Kérem a videószalagot. Hány embernek kell meghalnia, mielőtt vége lesz ennek? Ha a számítógépek hozzáférhetőek az ország középiskoláiban, az kiemel egy generációt az írás tudatlanságból. Ők lesznek Afrika jövője. Éljen Afrika! Michael. Persze, nem gond. Testhez álló meló. Van kérdésük? Természetesen, Mr. Rines! GSM. Tisztában van vele, Mr. Rines, hogy az elnök hivatalosan is beindítja a vizet mindenkinek tervet, és hogy ezzel a hadügy költségvetési keretét ismét erősen lefaragták. Mit szól a változáshoz? Hát én... azt hiszem, ez jó. Jelzi, hogy egy húron pendülök az elnökkel. Jobbá akarjuk tenni a lakosság életét. És azt is tudja, hogy összeesküvést szőtt Willem Le Trois bankár, Charles Ojuka miniszter úr és egy külföldi üzletember a kormány megtévesztésére? Elnézést, mennem kell. Mr. Rines! Kösz. Mi tartott eddig? Nagy volt a forgalom. Monsieur?
Remélem, nem késik többet a pénz. A pénzt a csapatok indulása előtt átutaljuk. Lényeges, hogy a nevemet ne hozzák ezzel összefüggésbe. Nem követhetünk el több hibát, mint Marshallnál. Elintéztem, hogy ne beszélhessen. Sabina, korán jöttél. Igen, épp tanulok. Átmegyek Reinshoz. Rendben. Sabina. Jól vagy? Csak egy kicsit elfáradtam. Szia. Ez lenne az. Köszönöm. Jól vagy. Épp most árulom el Ocsokát. Hová ment? Ne haragudj, de nem tudom kiadni a jótevőmet. Most hová ment? Hová ment, Sabina? Thomas Reinshoz. Vajon őrült vagyok, hogy bízom benned? Én szóltam, hogy Willem lehet a mi gyöngelánc szemünk. De maga nem is figyelt. Maggasson! Magának kellett volna kiadni a részét, mikor elmegy. Késett az átutalás. Azt hitte, elmegy pénz nélkül? Maga bolond? Vigyázzon, hogy beszél velem. Még mindig az elnök szövetségi minisztere vagyok. Elnök? Az elnök addig van hatalmon, míg a magamfajták megengedik. Maga csak egy korrupt politikus. Halló? Rendőrfőnök úr? Maga? Semmi se veszít! Maga nem innen való! Szépen összerakja a cuccait, és köt egy másik egyességet! De nekem... ez az otthonom! Az életem! Én mindent elvesztettem! Mindent! Hey!
innen gyorsan! Hajtson! Igyekezzen! Tegye a dolgát! Ne lőjenek! Ne lőjenek! Ojuka miniszter vagyok! Ne lőjenek! Ne lőjenek! Túszul ejtettek. Ojuka miniszter úr, azt a fülest kaptuk, hogy Lötroá itt bujkál. Rendőri védelmet kérek. Most azonnal! Ez nemzetbiztonsági ügy! Sabina! Ojuka miniszter úr, letartóztatom gyilkosság és a kormány elleni összeesküvés vádjával. Ez bizonyára félreértés. Ha fel tudnám hívni az elnököt, azonnal... Mit tettél? Sabina! Mit tettél? Kelvin, nem a part felé megyünk. Körbejárunk. Kelvin! Kelvin! Hogy az? Michael Powell. Beszéljünk az üzletről. Mennyi az ár? Hogy mondja? Mindenkinek megvan a maga ára. El kell vinnie a partra. Mennyiért? 1 millió? 2 millió? Mondjon egy számot! Gyakran eltűnődöm, hogy tudnak a maguk fajták aludni. De magának nincs lelkiismerete. Üzletember vagyok. A lélekben nincs profit. Én meg újságíró. És minden a lélekről szól. Mennyi az ára? Mennyi az ára? Tudósítottam már számos háborúból. Láttam már sok ember halálát, sokszor csak karnyújtásnyira. Rám vetült a haldoklók tekintete. Remélve, keresve a választ. Magyarázatot arra, miért volt elkerülhetetlen a haláluk. De maga, Thomas Rhines, csak egy vagyont tud kínálni nekem, és nem az a válasz, amit én adni szeretnék nekik. Magának nem telik az ára. Nos, Michael, az előző ajánlatot nyilván vonzóbbnak találta. Maga okos ember, Mr. Power. Talán még nálam is okosabb. De én bölcsebb vagyok. Ami a korral jár. És az én koromban túl öreg vagyok a börtönhöz. Nincs más választása. Ó. Mindig van választás. Ide. Küldjék érte az embereinket!
Michael Power. Rendőrfőnök úr. Hogy lett abból a névtelen fülesből, hogy itt látták Willem Lötroát, ez a nagy felhajtás? Köszönöm. Mégsem voltam bolond. Mindössze ennyit tehettem. Kettőnk közt vége, ugye? Már az elején sem a legjobban kezdtük. Sajnálatos körülmények. Ha más lenne minden. Megértem. Ég veled, Michael. Okvetlenül írja szüleidnek. A víz helyett fegyvert akartak. Hé, hey Michael! Azt mondod, hogy ez a te műved, ne? Na, most komolyan. Szép volt, tesó. Kösz, haver. Kész a meglepetés? Persze. Ja. Végül beajánlottad a gyakornokot. Ez igen ösztönző munka. Víz és fegyverek. Ebből túl kevés, abból túl sok van. Szép volt. Köszönöm. Nos akkor, ígyunk Edre, aki már holnap távozik. Éjjel, igen. Ha nem baj, mondanék egy toastot az emberre, a GSN-től. Egy kollégára és egy barátra, akit hiányolni fogunk. Edre! Edre! Beszédet! Halljuk, halljuk. Kösz, ez érdekes út volt. Igen. Már családtagnak érzem magam. Valóban, Ed. Na ide figyelj. Mint a család újdonsült tagja, mi lenne, ha hoznál a családod többi tagjának egy köritat, he? Ezt elszúrtam. Azt hittem, majd csöndesen lelépnek. Na persze, csak hiszem. Michael. Én csak az este beszéltem Laurával. Tényleg? Igen, és kijön elém a reptérre. Tényleg? Igen. Nos, van egy kis meglepetésünk. Hm? Laura. Ilyen. Ez nem semmi, Michael. Jomo majd elfuvaroz a falumba. A következő pár napban a családom viseli majd gondotokat. Élvezzétek. Köszönjük. Hé, hey, figyeljetek, hosszú út áll előttünk, szóval húzzunk bele, jó? Jó. Ó, mellesleg, ez George-ot illeti. Érteni fogja. Te nem jössz? Hülyéskedsz. Még vár rám a vízügyi cikk.
Jó reggelt, elnök úr! Üdv a mi kisvárosunkban! Elnök úr, Michael Power. Michael. Elnök úr, nagyon köszönjük el. Michael, én köszönöm. Ez itt a maga értelme. Köszönöm, uram. Megtisztelő. Ugyan. Én népem. Büszkén jöttem a falutokba. Büszkén, mert a népem között állok, amely Afrika belső tartását tükrözi. Hétköznapi emberek vagytok, akik nagy eredményeket értek el. Én vagyok most az elnök, de közben egy hétköznapi afrikai ember, és amit látok, az ösztönző. Ha bárki is kételkedett benne, hogy le tudjuk győzni a nyomort, jöjjön ebbe a faluba. Egész Afrika rátok figyel, és ezért örökre hálás leszek. Nem csak mint az elnökötök, de mint afrikai ember. Amit ti elértetek, az csupán a kezdet. Együtt fel tudunk, és együtt fel fogunk építeni egy fényes jövőt hazánk számára, és a népünknek. Ezennel bejelentem, hogy a Vizet Mindenkinek terv első fázisát hivatalosan megnyitom. Az egészséges ivóvíz minden ember alapvető joga. A világon 1 milliárd 100 millió ember nem jut egészséges vízhez. Magyar hangok. Varga Rókus, Szatmári Attila, Agócs Judit, Barbinek Péter, Bókai Mária, Álfai Péter, Pap Kati, Gubányi György István, Sótonyi Gábor, Bolla Róbert, Albert Gábor. Magyar szöveg Szojka László. Hangmérnök és vágó Solti Ferenc. Gyártásvezető Kassai Zsuzsa. Szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.